1949 áprilisában Bukarestben a Művelődésügyi Minisztérium fennhatósága alatt megalakult a Folklor Intézet. A II. Világháborút követő időszakban érvényesített nemzetiségpolitikai irányvonalnak megfelelően ugyancsak 1949 tavaszán létrehívták a Folklor Intézet kolozsvári osztályát azzal a rendeltetéssel, hogy az erdélyi román folklor mellett a romániai magyar népzene, népköltészet és néptánc, illetve később még az erdélyi szász népköltészet gyűjtésének, tárolásának, rendszerezésének, tanulmányozásának és kiadásának tudományos műhelye legyen. 1964-ben, amikor új életre keltették a Román Tudományos Akadémia kutatóintézeteit, az osztályt az Akadémia kolozsvári fiókja alá rendelték, 1990 óta pedig a Román Tudományos Akadémia kolozsvári folklor archívuma néven működik. A szakmai köztudat azonban általában kolozsvári folklorintézetként, illetve a legutóbbi időkig az Erdélyi Magyar Népzene Kutatás Központjaként tartotta számon. Az 1949-es induláskor az intézet vezetője a népzenekutató Szegő Júlia volt. Mellette egy magyar és egy román etnomuzikológus, Jagamas János és Johann R. Nikola, valamint egy néptánckutató, Elekes Dénes volt a munkaközösség tagja. Utóbbi azonban nem sokára távozott. Helyét a népköltészeti kutató Faragó József foglalta el, és később rövid ideig ő irányította a csoport tevékenységét, majd 5 éven át Jagamas János. Most a magyar népzenekutatók és munkásságuk rövid ismertetésére szorítkozom. 1954 és 1959 között Gurka László, mint tudományos munkatárs, 1958 és 62 között Schuster Nagy Ildikó, mint archívista dolgozott az intézetben. 1957 és 2004 között jómagam láttam el népzenekutatói feladatokat. 1957-ben nyugdíjba vonult Szegő Júlia. 3 év múlva az álláshalmozást tiltó törvényre való hivatkozással Jagamas Jánost, akárcsak Nikolát, felszólították, hogy döntsön. Tudományos főmunkatársi vagy a kolozsvári Györgyi Dimár Zeneművészeti Főiskolán betöltött tanári tisztségét kívánja megtartani. Mindketten az utóbbit választották. Így 1960 és 2004 között az intézetnek egy magyar népzenekutatója volt. 2004 óta pedig betöltetlen a magyar etnomuzikológiai állás. Eszerint referátumom címének inkább ezt kellett volna választanom, a magyar népzenekutatás múltja a kolozsvári folklorintézetben. Egyébként azért nem tragikus a helyzet, mert mindig többen voltak, s ma is, az Erdélyben kutató magyarországi szakemberek. Másfelől mutatkozik remény arra, hogy nem sokára ismét lehet magyar zenefolkloristát alkalmazni Kolozsváron. Létezésének első évtizedében az osztály nem egy vállalkozásában külső munkatársak is közreműködtek. A legtöbben Jagamas tanítványai voltak, akik már főiskolai hallgatókorukban tanáruk útmutatásával bekapcsolódtak a népdalgyűjtési, lejegyzési, valamint kiadási tevékenységbe, és egész életpályájukat meghatározta a folklorisztikához való kötődésük. A legismertebb nevek: Ligeti György, Sárosi Bálint, Szenik Ilona, Kallós Zoltán, Forrai Magdolna, Demény Piroska,
Sebestyén Dobó Klára, Kusztosné Szabó Piroska és Zsizsman Ivoló. Kusztosné Szabó Piroska a híres szovátai grafikus felesége volt. Lejegyzett anyagokat rendszerint átadták az intézet archívumának. Jaganas távozása után azonban kapcsolatuk az osztállyal meggyérült, és egyre ritkább kivételnek számított, ha valaki a gyűjtését az intézet dallamtárában kívánta elhelyezni. A kolozsvári folkloristák hosszú ideig kénytelenek voltak a magyarországi szakemberektől elszigetelve dolgozni. A személyes találkozások és véleménycserék sokáig tartó hiánya, valamint a helyi, politikai sugallmazású elvárások ellenére az erdélyi magyar népzene kutatása a kolozsvári műhelyben az első naptól kezdve mindvégig következetesen a magyar népzene tudomány általános törekvéseihez, elveihez és módszereihez igazodott. A legfontosabb tennivaló újabb és újabb adatok feltárása volt. Először is a régebben gyűjtött és kiadott anyag, főként időhiányra, részben pedig szemléletmódbeli és kutatás szervezési okokra visszavezethető területi meg műfaji aránytalanságainak és hézagainak kiegyenlítését, illetve pótlását kellett minél sürgősebben megoldani. Nagy mennyiségű dallamot sikerült összegyűjteniük a Fekete-Körös völgyében, az Érmelléken, a Szilánságban, Szatmár megyében, a Lápos völgyében, Kalotaszegen, a Mezőségen, Aranyosszéken, a Maros és a Kiskükülő közén, a Nagyszamos és a Felső-Maros mentén, Hunyad megyében, Nyárád mentén, a Nyikó mentén, Sóvidéki, Gyergyói, Csíki, Kászoni, Gyimesi, Homorod menti, Háromszéki, Barcasági és Moldvai falvakban. Tulajdonképpen az egész romániai magyar nyelvterület a figyelmük középpontjába került. Kezdetben, noha 1949 és 53 között rendelkezésükre állott a fonográf, a kutatók eszköztárát elsősorban a kottapapír, a ceruza, a radír és a szalagmetronom alkotta. A legtöbb dallamot a terepen hallás szerint jegyezték le. Gépi felvételeket csak az énekesek és repertoárjuk előzetes megismerése és körültekintő kiválasztása után készítettek. 1953-ban az osztály felszerelése kiegészült magnetofonnal, és attól kezdve hova tovább nagyobb lett a mágneses szalagra rögzített adalékok aránya, ám a helyszíni lejegyzések sem szüneteltek. Az archívumban mintegy 20 ezer magyar vokális és hangszeres népzenei adat található. Jagamas János hajlottabb korában alkotott két művét, a magyarok énekes népzenéje, egy felsőmaros menti falu magyar néphagyományaiból című gyűjteményét, és a népzene mikrokozmoszában című tanulmánykötetét azért illik itt megemlíteni, mert jól lehet már több mint két évtizeden nem volt az intézet tagja, azon kívül, hogy mindkét könyv alapanyagát még az 50-es években, mint az osztály tudományos főmunkatársa, illetőleg vezetője gyűjtötte össze, amikor a magyarói könyv sajtó alá rendezési munkálatait végezte, és Szemelvény Trunk népzenéjéből című tanulmányát írta, ismét naponta bejárt az intézetbe, hogy magnetofon felvételeit újrahallgatva, ellenőrizze és kiegészítse korábban készített feljegyzéseit. Az 50-es és a 60-as évek kiadványai közül Jagamas János Moldvai Csángó népdalok és népballadák című Faragó József és Szegő Júlia közreműködésével összeállított könyve 54-ből Szegő Júlia, Sebestyén Dobó Klára kötöttem Bokrétás 150 népdal című antológiája 58-ban, valamint Olosz Katalin Almási István
Magyar Gyerő Monostori Népköltészet című gyűjteményének 69 zenei fejezete készült a kolozsvári műhelyben. A két kötet megjelenési éve közötti bő évtized 58-69 volt az az időszak, amelyben egyetlen folklorisztikai jellegű könyv sem jelent meg. Még a tudományos igényű mese közreadás is szünetelt. Persze nem a folkloristák váltak mind egyszerre terméketlenné. A könyvkiadók és a szerkesztőségek érdeklődése a népi műveltség iránt nyilvánvalóan a politikai szélfúvás átmeneti enyhülése nyomán jól érzékelhetően 1968-ban kezdett élénkülni. A havonta megjelenő Művelődés Vadrózsák rovatában sorra tűntek fel néprajzi vonatkozású írások, köztük számos népdal közlés is. 1970-ben a Marosvásárhelyi Népi Alkotások Háza hosszadalmas vitatkozások és alkudozások árán közreadta Josif Hercia Almási István 245 népi táncdallam című gyűjteményét, mely magyar, román és szász szöveges táncdalokat meg hangszeres dallamokat tartalmazott. 1972-ben a Kriterion könyvkiadónál napvilágot látott a Tavaszi Szél vizet árasz című nagy példányszámú, népszerűsítő célú dalos könyvben, második bővített kiadása 82-ben, majd 1979-ben ugyanott a Szilágysági Magyar Népzene című monográfián. Kiemelten érdemel említést, mint a kolozsvári műhelyben alkotott legjelentősebb mű, Jagamas János Faragó József Romániai Magyar Népdalok című 1974-ben megjelent 350 népzenei adalékot tartalmazó könyve. Még csak egy perc. Köszönjük. A kolozsvári kutatóknak arra is volt gondjuk, hogy az erdélyi magyar népzene tudomány múltbeli nagyjainak munkásságát áttekintsék és méltassák. Ebben a vonatkozásban két műre utalok. Szegő Júlia Bartók Béla a Népdalkutató című először 1956-ban közzétett könyvére, valamint a Seprődi János válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése című 1974-ben Benkő Andrástól sajtóvá rendezett kötetre, melyhez a népzenei gyűjtést magam készítettem előkiadásra, és a bevezető tanulmány megírásában is részt vettem. Köszönöm szépen a figyelmüket!